sportosat. Híradónk vendége Németh Nyiba Sándor, egykori olimpikon birkózó, szövetségi kapitány, a Kródi Irodalmi Kör elnöke. Szervusz, üdvözöllek! A mai beszélgetésünk apropóját, hogy az adja, számomra meglepő módon, az 5. kerület díszpolgára lettél. Gratulálok! Köszönöm! Nem értettem, hogy miért pont az 5. kerület? Hát tulajdonképpen azért az 5. kerület, de hát először is miért megszólalnék, köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm Szentgyörgyi Péternek, polgármester úrnak, illetve Balog Madár Emesének és az egész testületnek, hogy hát amit így hallottam, hogy állítólag egy hangon megszavaztak, ez egy nagyon jó leső érzés, de hát hogy miért pont az 5. kerületben? Mert több mint 40 éve itt lakom a belvárosban, és mondhatom azt, hogy... Az 5. kerületben laksz? Igen. Nekem ez jó, azért... Hát még csak egy-két év ismerik egymást, tehát még ez nekem ez új hát, információ. Valasz 30 is, amióta ismerjük egymást, csak te már kezded elfelejteni. Tehát azért nagy dolog, mert közel 100 országban jártam, és mondhatom azt, hogy Budapest a világ egyik legszebb városa, és mondhatom azt, hogy a belváros szerintem a világ legszebb belvárosa. Szóval egy ilyen kiemelt... Miért a többi helyen csukott szemmel jártál? Nem, én ezt most őszintén mondom, légyen kedves, menjél ki a Dunapartra, nézd fel a várra, nézd a másik irányba. Az oké, az oké. Nézd meg a hidakat, és utána menj el nyugodtan Párizsba, és én bátran megyek vállalni. Ez a része oké, na de belváros. Bár büszke vagyok rá, mert voltam a Párizs... gondolok. Voltam a francia nagydíjon második, az is egy jó dolog volt, de nekem Budapest jobban tetszik, mint Párizs. Igen, jó. Tehát, ha itt tartunk már. Na, engem igazából tudod, az érdekel, és azt fogod meg, hogy díszpolgár lettél, az egykori birkózóból, olimpikomból, hogy lett díszpolgár? Hogy nem tűntél el a szürke mezőnyben, ahogy a többi egykori sportolók, és talán beleolvadnak a megszokott kis világukba, és talán úgy, hogy el vannak a tömeggel. Te hogy tudtál ebből kijönni egyáltalán? Ez már a legelején elkezdő, hogy te kilógtál a sorból? Mint gyerek? Igen, úgy gondolom, hogy elég jól ismersz, és tudod, hogy valóban nagyon kilógtam, és elég sok oldalúnak tűnt az életem, és úgy, utólag úgy ítélem meg, hogy igen, így volt. Eleve gyerekkorom óta írok verseket. Ma már több mint 10 000 versem látott napvilágot. Most jelent meg nem olyan régen egy 1000 oldalas, 5000 verses kötet, előtte 860 verses kötet, mesés könyvem jelent meg, és most jön szintén egy 5000 verses kötet, és egy életrajz kötet. Ez mindegyik nagyon vastag, de hát már azért lesz vastag, mert én is nagyon öreg vagyok, de hogy milyen is voltam, tehát 12 éves koromban meg elkezdtem dobolni, 14 éves koromban elkezdtem birkózni, aztán én voltam az első nyugatra szerződött birkózó, közben a Meteor együttesen, amivel épp a múlt héten volt egy közös koncertünk Győr-Sopron megyében a régi zenésztársakkal, ami 1968-ban alakult, én 70 és 75 között doboltam ott, majd a Depression együttest megalapítottam 96-ban az atlantai olimpia után, és mondhatom azt, hogy 450 CD-n zenélek, dobolok, gitározok, szöveget írok, énekelek. Jó, de ebbe hogy fér bele a sport? Hát ebbe úgy, hogy ebbe van 11 oktatófilmem is, ami a világ 100 országában eljutott, és éppen most láttam az egyik portálon, ha jól láttam, 230 ezeren nézték meg, azért az nem kevés egy birkodás. Jó, de mindig nem válaszolt a kérdésre, hogy hogy fér bele akkor a sport, és ráadásul, hogy most mondod, ugye, tehát elég magas szinten kellett űzni, de ahhoz, hogy az oktatófilmédet így nézzék, és hogy ennyire népszerű legyen, tehát akkor arra is kellett időt áldozni. Vagy neked nem kellett semmire, tehát te így születtél ilyen zseninek? Hát én inkább azt mondom, hogy egy ilyen furcsa figura vagyok, és maximalista. Nem vagy zseni? Hát van egy ilyen, hogy zseniális elmém a földön hever, van egy ilyen versem, és ha kapok egy olyan kitüntetést, amit nem érdemeltem meg, az legyen az én büntetésem, de én úgy gondolom, hogy nem kaptam olyan kitüntetést, amiért nem dolgoztam meg. Én ajándékban nem kaptam semmit. Ezt is, ezért is megdolgoztál az 5. kerületi azért úgy gondolom, hogy ha most már egy utólag mondhatom, csak így hallottam, hogy azért egy Tolcsvai Béla, egy Kossuth Díjas azért javasol engem, vagy egy Prima Primissimi Díjas, mondjuk Gergely Gábor, vagy mondjuk egy Táncsics leszármazott
most nem akarom felsorolni az összes javaslómat, vagy mondjuk például 60-ban, ahol érettségítétel voltam. Tehát úgy gondolom, hogy sokan gondolták azt, hogy sokat teszek az emberekért, sokat teszek a művészetért, és sok olyan helyen megfordulok, ahol fontos az, hogy mondjuk találkozzak a fiatalokkal. Mondjuk lent voltam például Nagykanizsán. Nagykanizsán például 18-19 évesekkel 200 ember volt az önálló estemen. Nekünk találkozni kell a fiatalokkal, nem elég a mi korosztályunk. Ez oké. Tehát ezt miért nem sportolok és sportemberekkel csinálod? Miért fordította ennyire hátat a sportnak? De nem fordítottam, hát most mondok valamit. Például tegnap előtt például a magyar felnőtt képzőben tanítottam szép irodalmat, mert itt is van alap, közép, felsőfok, és kiváló. Például Sánta Ferencnek a fia volt az egyik vendégem, Sánta Péter, vagy mit tudom én. Olyan vendégeim voltak, akik a Deák Sárosi, aki a verskönyvet írta, vagy a legnagyobb babicskutató. Igen. Most nem akarom felsorolni őket, de én nem fordultam el a sporttól, csak én azt gondolom, hogy a régen is az élsportolók, azok mérnökök voltak, írók voltak, különlegesek voltak, nem voltak szokványosak, a birkozók között sok vezető van, az ének. Na most például csak mondjam azt, hát a pokolgép megalakítója birkózó volt, az óraékszer vezérigazgatója birkózó volt, az Ofotét vezérigazgatója birkózó volt. Tehát azért a birkózók, vagy a Bacsa Péter, aki nemzetközileg most alelnök, bekerült a legmagasabb szintre, mellette kiválóan vezeti az országot, aki egyébként már a birkózást, aki egyébként a tanítványom volt. Tehát én azt hiszem, hogy akár a Ritter Árpit említem, vagy a Bánkuti Zsoltot, akik szintén a tanítványom voltak. Tehát azért én tettem a sportágamért, csak mivel bennem ég, bennem lobog a dob, bennem lobognak a versek, a költészet, a szavalás, azért jó érzés egy Vajdahunyadvárára, hogy meghívnak, és ott sok ember előtt verset tudjak mondani. Melyik a te igazi éned akkor? Hát abszolút, most már ugye ebben a korban elsősorban a költészet. Tehát igaziból én költőnek tartom magam, és a művészetem úgy érzem, hogy teljesen talpra állt, és utat tört, és megtalálja mindenhol az útját. Uh-huh. És én azt hiszem, hogy abban is különleges voltam, hogy a sportversenyeken, tehát az ökölvíváson keresztül, a birkózáson, a judón, a grapplingen, a jitsu, különböző helyszíneken, a kempon szavalhattam a saját versemet, elmondhattam olyan rendezvényen, ahol igaziból keresni valója sincs egy versnek, de mégis kitalálták, hogy én menjek el, és mondjak verset. És miért mentél el egy ilyen helyre, ahol keresni valója sincs? Hát azért mentem el, mert én még tudom, hogy a versnek mindenhol van keresni valója. Mondjuk egy nemzeti sportcsarnokban, teltház előtt, ahol műsorvezető vagyok, és mit tudom én, 66 harcost konferálok be, és közben elmondok akkor három verset. Akkor legközelebb a magyar labdarúgó válogatott mérkőzése előtt kiállsz középre, és akkor verselsz? Hát most akkor megfoglak téged. Amikor a Real Madrid itt volt Magyarországon, nem szavaltam, hanem az Aranycsapat című dalunkat játszottuk el a középkezdésen, és hozzáteszem, hogy ezt a dalt még hallotta Puskás, Grosics, Buzánszky, és még a Tóth kettő. Jó, jó, oké, most a versről beszélek. Most nem vers volt. És vers nem lesz? Valami buzdító, harcias. Én azt gondolom, egy méltóság teljes vers volt, ami az Aranycsapatnak a tömörített megírása és egy szép akusztikus előadásban, amit egyébként a lemezemen Vikidál Gyula énekel, egyébként ötködös dalunk van, Varga Miklóssal három, Keresztes Ildivel, Kormoránosokkal, és 40 különböző énekessel. Tehát nekem mindig volt mit tennem, és pontosan ezért jutottad is eszembe most, hogy ugye Trianában van ez a világbajnokság, ahol ugye nem az olimpiai súlycsoportokban. Hát itt is ugye Skander Bég annak idején 1456-ban a Skander Bégről nevezték el egyébként a Skandert, hogy úgy mérte le a harcosait, hogy ki volt az erősebb, és annak idején Hunyadi Mátyások ugye is segített, és jóba voltak, és az egyik alkalommal nem érkezett meg a csatára, de ettől függetlenül az a magyarék kitettek magukért, ha már Trianáról beszélgetünk. Tehát én azt hiszem, hogy a birkózás és a művészet az mindig karöltve megy. Tehát ahol nincs, hogy a művészetet külön választok, azt nem tudjuk az embert leválasztani a sportról, az embert nem tudjuk a költészetről, nem tudjuk a zenéről leválasztani. Tulajdonképpen az az egésznek a lényege, hogy
hogy ma is a fiatalokból embereket kell elsősorban nevelni, utána kell élsportolókat. Akkor miért várjuk el az eredményt? Miért azt nézzük, hogy hanyadik lettél? És miért nem az, hogy milyen jó ember vagy? Ebben igazad van, ez egy jó kérdés egyébként. Én szerintem meg az, hogy elvárjuk, attól kell elvárni, aki magától is elvárja. Tehát tulajdonképpen élsportoló és kiemelkedő klasszis az lehet, aki erre született, és aki viszont nem erre született, azt nem lehet piszkálni. Paják Imre, az évszázad birkozója azt mondta, Sanyikám, az, hogy valaki megnyer egy olimpiát, vagy majdnem megnyer, az azt mondja, egy nagyon pici dolog, ami egyébként igaz, hogy olyan pici, hogy szinte nem mérhető, ugye, mert az első, második, harmadik, negyedik, ötödik, én ugye ötödik, nyolcadik voltam, ilyen minimális különbség van. Azt mondja, mégis az a nagyon pici, az annyi, mint ide Amerika. Mert az a pici, az csinál bajnokot. Tehát ahhoz kell egy olyan elme, egy olyan helyzet, egy olyan pillanat, egy olyan felkészültség, és egy olyan lelkiállapot, amikor az ember erre képes. És a művészetben ugyanez van. Tehát az, hogy az Illés Együttes, vagy az Omega, vagy a Metro miket alkottak akkor, ma már egy totál más lehetőségek vannak. Már a gyerekek gitárral, dobokkal születnek. Tehát ma már a birkózók úgy születnek, hogy már nem csak az én oktató filmjeimet nézik, hanem azt, hogy felmennek a netre, és a világ legjobb dolgait kiszűrik és kiválogatják. Tehát nem lehet összehasonlítani helyzeteket, stílusokat, embereket. Mindenki egy jelenség, mindenki egy egyedi, különleges teremtmény. Csak azt kell észrevenni, hogy kit, mire teremtett az Isten, kinek mi az út. Te helyeden vagy? Én úgy érzem, igen. Én úgy érzem, hogy a birkózásban is megvoltam, szerintem meg vagyok most is becsülve. Várj, birkózás. Igen. Mindenki jött belőle? Tehát úgy érzed, hogy maximum, tehát minden. Vagy van hiányérzeted? Én 20 évig tanítottam a Testnevelési Egyetem továbbképző intézetében, például többek között nálam végzett a Bacsa Péter, nálam végzett annak idején a Komáromi Tibor, a Siker András olimpia bajnok, sőt meg a Repka Attila is ott végzett. És először a Hoffmann Gézával, a mesteredzővel csináltuk együtt, majd később a Bódi Jenővel együtt folytattuk, és azt gondolom, hogy 20 évet töltöttem el, sok-sok embernek tudtam megmutatni a technikáimat, és tudták továbbvinni ezeket a technikákat a klubokban. És pont ezért csináltam a 11 oktatófilmet, hogy akinek nem volt ideje eljönni oda, vagy akinek nem volt kedve eljönni oda, hogy bármikor letöltheti ezt a filmet, ami között van egy olyan filmem is, ahol 18 olimpiai világ Európa bajnok mutat be technikákat, de olyanok, hogy csak mondjak pár nevet, tehát Farkas Péter, Repka Attila, Növényi Norbert, Kocsis Ferenc, Sika András, meg a többiek. Tehát tulajdonképpen akik technikát mutatnak be ebben a filmemben, ott tulajdonképpen 57 aranyérem van, a többi az ezüst meg bronz. Gondoljuk el, hogy mekkora klasszisoknak a technikáit örökítettem ott meg ebben a filmben. És amikor nekiálltam, azt mondta mindenki, hogy kár ezt csinálod, mert senki nem fog eljönni. Mondom, de ott lesz a Sillai Laci, és el fog jönni Győrből. El fog jönni a Réci Laci Kiskunfélegyházáról, ahol ugye Petőfi édesapjának volt a mészárszéke, ott is, meg ugye Szabadszálláson, meg Kiskörösön. Tehát én mindig mertem bátran nagyot álmodni, és mindig maximalista voltam, és mindig szerettem az embereket, és az emberek megérezték, hogy én is szeretem őket, és az én erőm ebbe volt, hogy senkit nem vertem át, és senkit nem is akartam átverni. És várjál, de most engem akarsz átverni, föltöttem egy kérdést, és nem válaszoltál rá. Hogy a helyemen vagyok-e, vagy mire? Nem. Hogy a birkózásból, akkor mindent kivettél, ami benned volt, vagy van hiányérzeted? Hát ott te sem figyeltél, mert pont azt mondtam el, akkor hogy a Testnevelési Egyetemen továbbképződöttem, azért tanítottam, azért csináltam a filmeket. Azt is értem. Jó, értem. Hát most persze, hogyha ha nem lennék dobos, nem lennék zeneszerző, meg gitáros, meg nem énekelnék, akkor több időm jutna a birkózásra. De ez így jó, hogy most így jó, hogy gitáros vagy, zeneszerző vagy, de most így, hogy érzed? Marad benned valami? Persze. Rengeteg technika. Hát most ugye Bacsa Pétertől, illetve... És eredményesség szempontjából, mert voltál edző, szövetségi kapitány, kaptam arra ígéretet, versenyző. Hogy majd a mostani továbbképzésben is majd valamilyen szerepet fogok kapni. Én örömmel elmegyek, hogy mit mondta, hogy még mi maradtam hát, ki? Hát akár versenyzőként, edzőként, szövetségi kapitány. Persze, hogy maradtak ki. Hát, ugye több akkor, volt benned, mint versenyző? Igen, abban az időszakban azért egy jóképű férfi voltam is. Hát azért
szerettek a lányok, és sok-sok éjszakát töltöttem el az éjszakába. Sokszor elment a fullánkom, vagy kiment, tehát elfáradtam. Követtem el nagyon nagy hibákat annak idején, de én azt gondolom, hogy a sors ezt írta meg nekem. Ha én mondjuk 19... Hogy neked hibázat kell? Igen, hogy 19-20 évesen már le tudtam győzni Klinga Lászlót, olimpiai bronzérmest, EB ezüstérmest, és nem is akár, hogy nem is kicsit, vagy egy fogott, aki megjött az olimpiát. Olimpiát. Hát pontosan ezért, mert az a pici hiányzott, amit a Polyák Imre mondott, és az a pici, az bőven elég volt, meg a világ legnehezebb sportját választottam, a szabadfogású birkózást. Egy világbajnokunk volt eddig, amíg a Muszakejev nem jött. Egy világbajnokunk volt. Megmondja a sportág nehézségét. Ez egy nagyon nehéz sportág. Itt nem lehet hetente világbajnokságot nyerni. Nem tudsz odaérni. És ez most téged akkor ez megnyugtatott? Nem, hát megvertem a kubai olimpiai bajnokot, megvertem a koreai olimpiai bajnokot. Hát mert akkor vertem meg, amikor nem kellett volna. Előtt, olimpia előtt, meg után, és mit tudom én, olimpián meg nem találkoztam velük, a mongollal se találkoztam, akit megvertem, meg a koreai. És akkor a versek nem segítettek, hogy fejbe pont akkor legyél ott, amikor kell? Ez egy érdekes kérdés. Hát, ezt írta meg a Jóisten nekem. Én úgy gondolom, hogy jól megírtam, mert én mégiscsak boldog ember vagyok. Tehát ez nekem egy nagyon fontos, van egy 7 éves gyönyörű kislányom, van egy nagyon értelmes irodalmat szerető barátnőm, élettársam, van egy, hogy mondjam, egy nagylányom, aki pszichológus, aki szintén boldog, ott van 3 unokám. Én azt gondolom, hogy nekem nem hiányzik semmi a boldogságban, pedig oda nem vedett út, de én úgy érzem, hogy azért vagyok boldog, mert annyi barátom és követőm van, hogy van kikkel megosztanom azt, hogy én szeretem az embereket. Tehát amikor én meg akarom osztani... Ez neked akkor fontos, szeretem. Hogy szeresd az embereket? Igen, mert ez fontosabb adni, mint kapni. Ez nagyon, nehéz. Na, hogy... nagyon nehéz megérteni az embereknek. Tehát nem, aki jó, nem de, próbált, jó, hogy... Jó, hogy ennyi ember. Itt most tumacs egy kicsit, nekem soknak tűnik, igen. De majd elmondod, hogy miért jó ennyi embert. Hát azért jó, mert... Az ember nem tudja, hogy melyik pillanatban segítesz egy embernek úgy, amikor csak egy nagyon picit segítesz neki, ami neked szinte semmi, de ő neki az egész életét megfordítja. És ezért kell mindenkire nagyon odafigyelni, mert nem tudod, hogy mikor ki akar lelkedbe kapaszkodni, és a saját lelkét felemelni. Ma segítettél meg valakit, vagy tegnap? Igen, igen. Nagyon jó érzés volt, igen, hogy pasta... közelmúltban pont az itteni műsoromban, a Foci és Sport című műsoromban elhívhattam egy élőlegendát, a Kékesi bajnokot, a Vörös Istvánt, elhozhattam egy repülős barátomat, elhozhattam a Foltán Lacit, olimpiai bajnokot, előtte idehozhattam a Varga Miklóst, a Kártágó gitárosát, a Szigeti Ferencet. Tehát, hogy olyan emberek, akiket én nagyon tisztelek, és hála Jóistennek ők is tisztelnek engem. Tehát, és ezt nagyon egyszerűen le tudod mérni. Vagy tisztelnek, vagy nem. És azt vagy érzed, vagy nem. És én érzem. Érzem, mert szeretek adni, és én adok, de sokkal többet kapok. Szuper. Viszont ugye beszélgetésünket azért hoztuk ma létre, mert ugye 5. kerület díszpolgára lettél. Ez a vég, vagy ettől még lesz feljebb? Vagy hogy érzed te most még, mi van benned? És egyáltalán mi jöhet még? Először is, hogy még köszönöm azt, hogy még valamilyen díjjal is járt, amit még ugye nem kaptam meg, de majd megkapom, illetve kaptam egy aranygyűrűt, és kaptam egy érdemkeresztet is. Én nekem ez hatalmas megtiszteltetés volt, itt igen nagy nevek voltak itt ebben a belvárosi közegben, tehát Kovács Kati, vagy mit tudom, Kon Zsuzsa, tehát olyan emberek, akik mögött itt a nyomukba csak lépkedek, és öröm ott a közelükbe lenni. De nem voltál zavarba? Hát úgy nem vagyok zavarban, nem vagyok ilyen, de azért megmondom őszintén, minden helyzet ilyen. Mindig úgy néz ki, mikor elmegyek egy fogadásra, mintha életem első fogadása lenne, aztán közben már a világot végigjártam. Ja, csak azért, mert akkor előveszik mindig akkor a érettségizett öltönyödet, hogy... Honnét tudod ezt, hogy ennyire? Egyébként tényleg így volt, hogy utoljára akkor volt rajtam zakó, amikor Krúdikör titkárává választottak, és utána még egyszer volt rajtam zakó,
amikor a Krúdiker elnökének választották. Mondom, tehát ennyire megzavar az öltöny. És akkor utána tulajdonképpen az volt a harmadik alkalom, amikor nem volt öltöny rajtam, csak zakó. De már ez megzavar, már akkor már... Akkor valami nem... történik. Valami, igen, valami igen, olyan igen. Súlyos, előtte, amikor a magyar kultúra lovagja lettem, akkor volt rajtam. Tehát valamiért úgy érzem, hogy bár azt mondják, hogy jól áll nekem az öltöny, de valamiért nem nagyon a van. A komfortzónádat zavarja. Igen, valahogy így túl lezser vagyok, de érdekes, hogy a lezserségem mögött meg mindig ott van egy ilyen tartalmas tartalom, kitartás, becsület, megmérettetés, ugye az igazság, ha jó, másképp mondható, rajtunk múlik az igaz, nem hamis szó. Tehát nekem nagyon fontos az önmagamhoz képesti igazság. Ezzel nem azt mondtam, hogy én egy nagyon becsületes ember vagyok, hogy én egy nagyon igazságos, hanem inkább azt mondom, hogy próbálok a saját értékrendemhez képest becsületes lenni, de az az igazság, hogy úgy fogok meghalni, hogy én azért nem leszek becsületes. Tehát azért ez de ettől szomorú. Függetlenül, ahogy fogalmaztál másképpen, minden nap bele tudsz nézni a tükörbe. Igen, azért tudok belenézni, mert nincsenek titkaim. Nem kell eldugnom a telefonomat senki elől, bárki belenézhet. Bárki bemehet az e-mail címemre, mert nincsenek titkaim. Kiteszek bármit nyilvánosan, mert nem hazudok úgy, legalábbis én azt gondolom, hogy nem. Tehát ezt írom az egyik versenben, hogy... Az igazság úgy is, mint tudjuk, ugye, a órát mondtát. Meg amikor már az embernek le kell tagadni bizonyos dolgokat, mert ezt úgy értem, ezt a letagadást, hogy nem merek dolgokról beszélni, mert... Ha most elkezdek mindenféle érdemeimet felsorolni, akkor az egész, mondjuk ez az interjú például nem szólna másról, hogy jaj, most írom a 101. himnuszt, amit egyébként a Sotokán Világszövetségnek írok. Vagy akkor mit tudom én, sorolom a verseket, vagy sorolom a dalaimat. Tehát, de tulajdonképpen ezek én mindenért megdolgoztam. Tehát itt voltak, amikor heteken, hónapokon keresztül stúdiókba jártam. Tehát én már kora reggel ébredtem, és raktam össze a fejemben a dolgokat, és sok stresszt értem át, amikor beszámol a fülemben a takjár, és akkor tudom, hogy tempóra kell dobolni, vagy tudom azt, hogy gitáron valamit fel kell játszani, vagy valakiknek a verseit meg kell zenésítenem. Ez egy hatalmas felelősség. Vagy akár egy településnek a himnuszát megírni, vagy egy Vörös Sándor, mit tudom, egy Csöngén, ahol élt, ott fölkérnek egy ilyen, mondjuk egy ilyen himnuszeri balladának a megírására, amiben benne van Vörös Sándor, Petőfi Sándor és a többi. Tehát ezeket elmondani nagyon egyszerű, de ezeknek megfelelni, ezeket kidolgozni, feljátszani, minőségben odaadni, és ez már egy másik. És ugyanez vonatkozik az önállóestekre is. Sanyi, mindjárt lejár a beszélgetési időnk, viszont az érdekelne, hogy ezt elmondtad, hogy rengeteg embernek próbál segíteni. Jó szíved van. Ennek ellenére gondolom, néha csalódsz emberekben. Mikor csalódtál utoljára egy nagyot? És ez hogy dolgozott? Folyamatosan vannak kisebb-nagyobb csalódások, de mivel nekem úgy van beállítva a belső lelki békém, hogy nagy a teleszkóp, tehát bírom azt, hogyha egy kicsit csalódás ér, és bírom azt, amikor túlteng a siker. Tehát én tudom kezelni mind a kettőt, mert én nagyon megdolgoztam mindenét, és azt gondolom, hogyha valami elmúlik az életemben, és úgy kezdődik, akkor azért kezdődik, mert annak úgy kell jó, lenni. Te mondjuk, hogyha velem összevesztél valamiért. Igen. És találkoznánk fél év múlva, tehát harag lenne kettő igen. Között. Megmondanád a szemembe? Tehát... Meg. És ez meg. Mindenkire érvényes, akkor meg. Hogyha olyan van, akkor te meg. Megmondod meg a szemébe. Meg is mondom, meg oda is megyek. Tehát én akikkel problémám volt, azoknak én nagyon keményen megmondtam, és utána, mintha mi se történt volna, és utána akár továbbra is barátkozom, vagy bármi, és van olyan eset, akinek ez nagyon betalál, és akkor utána azt mondja, hogy nem. Hát mondom, ez legyen a te problémád. Tehát van olyan, akivel nem állsz lebeszélgetni? Nem üdvözlöd? Nincs ilyen. Inkább a problémáim azzal vannak, hogy hát mind általában adokkal az emberekkel, akik ugye mondjuk kempó, kungfu, kickbox, thaibox, aikido, kempó, karate, birkódás, judo, nem sorolom, sok helyre járok, költészet, irodalom, igen. Zene, tehát hogy valamikor az első másodpercben nem ugrik be, most éppen pont egy név nélkül mondom, hogy valaki olyan szólított meg, akit nagyon-nagyon kellett volna ismernem, mert egy szó szerint egy legenda,
és valamiért nem ismertem meg, mert annyi emberet, utána már leesett a tantusz, na, ezek nagyon kellemetlenek tudnak lenni. Amikor... Fel tudod ezt dolgozni? Hát ez nagyon, hogyha valamit kérnék a jó Istentől, azt, hogy minél több embert ismerjek meg mindig, és soha ne szenvedjen senki abba, és akkor kérdezik a barátaim, hogy most miért nem mondtad meg, hogy nem ismered. Na ez az. Na ezt akartam kérni zárásképpen, velem is előfordul, pedig én jóval fiatalabb vagyok tőled. De én akkor oda lépek, és megkérdezem, hogy honnan ismerjük egymást. Ezt meg mered elépni? Oda messze menni akkor? Olyan helyzetben, amikor nem lehet kijönni belőle, de általában, hogyha valakivel elkezdek beszélgetni, vagyok annyira intelligens, hogy olyan témaköröket keresek, hogy rájövök arra, de hogy honnan ismerem. Ez már kicsit de ha nem, akkor megkérdezem, dolog. Akkor azért de megkérdezem. De én bele szoktam mindig úgy egy az egybe, tehát. Hát ez meg szoktam én is kérdezni, amikor már olyan a helyzet, hogy ne legyen kényelmetlen. Csak tudod, ezzel is, hogy érezd azt, hogy én nem akarok a másik lelkébe belemenni. Nem akarok neki, amikor valaki úgy beszél velem, mint hogyha ha ilyen 30 éve jó, csak nagyon tiszt... nagy barátok lennénk, és közben nem tudom ki igazad van, hogy innen nézzük, ez de melyik a tisztább? Hát lehet, hogy talán amit te mondasz, de... Ugye nem lehet tudni. Na, ez az élet is ilyen. Soha nem lehet tudni, hogy mi a jó, mi a rossz. Mint hogy te is mondtad, hogy nem mindig vagy becsületes. Persze. De mihez viszonyítjuk? Éven, mindig a viszonyítás, hogy mi a mérce, milyen polcon vagyunk. Tehát én úgy szoktam, hogy szó szerint ez a régi mondás, hogy hát egy másik polcra helyezem. Valaki fönt van egy magas polcon, akkor leteszem az alsó polcra. Persze nem teszem le a földre, mert minden lelket újra kell lapozni, egy kicsit nézegetni, és azért jöttünk a földre, hogy tanuljunk. Tanuljunk másoktól. Megmérettetjük magunkat nap, mint nap, és nagy boldogság, ha reggel ki tudjuk nyitni a szemünket azért, mert az Isten megkegyelmezett nekünk, és azt mondja, na hát akkor nézd bele a napba, nézd bele a szemembe, és akkor menjen tovább ez az élet tovább. Ez a csoda. Köszönöm szépen, hogy voltál. Én köszönöm a meghívást. További sportosat.